Ez itt ismét a Behind the Books, és vendégem Viski András, író, dramaturg, drámaíró, és beszélgetésünk egyik apropója az, hogy ő az első díjazottja a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által alapított, a MOL Új Európa Alapítvány által támogatott Közép-Európai Irodalmi Díjnak. Nagyon gratulálok a díjhoz, András, és ezt a Kitelepítés című regényedért kaptad, ami már érdemelt egy Kossuth díjat is, illetve hát a Kossuth díj kapcsán nyilatkoztat, hogy sok egyéb díj után érkezett ez el, és hogy ez a könyv, amellett, hogy megváltoztatta az életed, egy országegyesítő könyv is volt. Egy kicsit, hogy ezt jobban megértsük, hogy ez mit jelent, beszéljünk a könyv születésének történetéről is. Erről a regényről, amennyit dióhéjban el lehet mondani, az talán annyi, hogy egy megrázó, hatalmas munka gyerekszemmel, gyermeki szemszögből a kitelepítés, a családotok kitelepítésének történetéről. Itt az is elhangzott a laudációkban, és a több interjúból is tudható, hogy évtizedekig formálódott benned ez a regény. Mesélnél erről nekünk egy picit? Én azt hiszem, hogy én emiatt a regény miatt lettem íróvá, és megszületett a könyv. Én soha nem voltam biztos abban, hogy ez meg fog születni. Több oldalról közelítettem ugyanezt a témát, a dráma, a vers, a próza és az esszé határán születő szövegekben, de mindig is egy regény megírására vágytam, illetőleg ezt éreztem feladatomnak. Míg nem, aztán megszületett a forma, és a forma megszületése után olyan 4-4,5 év alatt sikerült megírnom a családnak, a családunknak egy család kitelepítésének a történetét, az apa hiánynak a történetét, hiszen miközben a családot kitelepítik egy román kényszermunka telepre, ez egy gulák típusú kényszermunkatelep volt, azon közben az édesapa börtönben van, és a legkisebb gyermek, a 7., arról álmodozik, hogy ez egyszer csak ez a család együvé kerül, ami meg is történt, és az elbeszélő megismerheti az édesapját, aki a börtönből tér haza. A regénynek szívszorító alakja, és nyilván nagyon nehéz elvonatkoztatni a valóság alaptól, vagy az önéletrajziságtól, Júlia, akiről ugye drámád is született már az édesanyád. Amikor végre a regény kész lett, le tudtad tenni azokat a nehéz érzéseket, amik köré gyűltek az egész, hát voltak éppen az életet deformáló történet köré? Előbb talán föl kellett vennem ezeket az érzéseket megint, amikor a regénybe mi mindenestől fogva eltemetkeztem, mármint az írásba. Ugyanis tulajdonképpen a regény tette azt átélhetővé számomra, hogy mekkorák lehettek az édesanyámnak a szenvedései. Hiszen ő egy budapesti nő, itt nőtt fel, a szerelmi házasság révén került Erdélybe, ott letartóztatják a férjét, és őt meg a 7 gyerekkel kitelepítik egy olyan helyre, ami számára teljesen idegen, hiszen nem beszélt románul, nem tudott tájékozódni tulajdonképpen ebben a világban, és neki föl kellett ismernie azt, ami egy anya számára a szörnyűség maga, hogy ő nem tudja életbe tartani a saját gyermekeit. Tulajdonképpen ez áll ennek a regénynek a centrumába, és a Júliának is a centrumába, és az édesanyám lelkét önmagamba engedve, átélve ismét dolgokat, szabadultam úgy fel, hogy a regényírása után, a regény befejezése után valóban úgy éreztem, hogy megváltozott az életem, szabadabb lettem, nyílt szívvel nézek szembe a halál kérdésével. Azt is mondtam magamnak, hogy ettől a pillanattól kezdve bármikor meghalhatok, békességgel a szívemben fogok meghalni. Nincs a szívemben félelem.
Most persze a második könyvben dolgozom, és létezik egy harmadik könyvnek is a képe ebben. Nem tulajdonképpen egy trilógiává kellene összeállnia ennek a regénynek, de ha nem történik meg, akkor is megtörtént az, aminek meg kellett történnie, és amiért tulajdonképpen én meg elfogadtam a meghívást születésemkor, hogy belépjek a létezésbe. Az egész regényt nem tudjuk átölelni pár percben, ezért már csak egy utolsó kérdésem lenne. A díj átvételekor azt mondtad, hogy nagyon nagy szükség van most ebben az elvadult világban az irodalom szelídségére. Én meg pont azt gondolom, hogy a te könyved sem szelíd, vagy illetve a maga szelíd módján akkora gyomrosokat ad, és olyan utórezgéseket, ami minden csak nem a szelíd szó nem jutna eszembe. Vállalod még ezt a szavadat, amit bent mondtál, vagy módosítanád? Nem, az irodalom a szelíd. Azért szelíd, mert úgy tesz átélhetővé, olykor nagyon sötét és véres dolgokat, hogy bennünket megerősít abban, hogy fogadjuk el a saját életünket. Fogadjuk el a saját életünknek az egészen különleges és megismételhetetlen értékeit. Azok vagyunk, akik vagyunk, és ebből jól jöhetünk ki. Ha ebben az elfogadásban élünk, a világnak az elfogadása csak önmagunkon keresztül történhetik. Én ezt gondolom egy szelíd beavatkozásnak a mi életünkbe. Ebben benne van persze a sírás, de benne van a nevetés is. Benne van az önmagunk kinevetésének a szabadsága, és a másokért való sírásnak az ajándéka is egyszer, mint. Nagyon szépen köszönöm, és remélem a díj által még többekhez eljut ez a csodálatos regény. Köszönöm szépen.